Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt áll mellettem dr. Pfister Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási ügyekre specializálódott szakértője, és a sorozatunkat folytatjuk a végrehajtási maffiáról szóló sorozat második részében. Itt jártunk már a végrehajtók főnökének, dr. Sadl Györgynek az irodájában, de akkor nem találtuk őt itt, viszont itt hagytam a telefonszámomat, és ahogy azt már elmondtam, egy rendkívüli hírek keretében Sadl György, a végrehajtói kar első embere felhívott telefonon, és azt mondta, hogy hajlandó velünk találkozni, úgyhogy most visszajöttünk ide az irodájához, és feltesszük neki a legkeményebb kérdéseket is, tartsanak velünk. Kezdjük akkor azzal, hogy a 90-es évekig, ugye egészen pontosan 1994-ig a végrehajtói szakma az tulajdonképpen egy ilyen non-profit ág volt, az államhoz tartozott, 94 óta viszont kifejezetten profitorientált szakmává vált, és több százmillió forintos bevételekre tesznek a végrehajtók szert évente. Ha mi most egy olyan törvényjavaslatot beadunk a parlamentbe, ami arra irányul, hogy ez újra egy non-profit szakma legyen, akár állami tisztviselőként folytatná? A magyar történelem során ez mindig maszek szakma volt, eltekintve a kommunizmustól. Ennek két oka van, hogyha az állam csinálja, sokkal többe kerül, és sokkal kevésbé hatékony. Ugye abban a pillanatban, hogy az állam jelenik meg, és azért legyünk őszinték, sok-sok százmilliárddal dolgoznak a végrehajtók, abban a pillanatban megjelenik a korrupciónak a, nem mondom, hogy a veszélye, de gyanúja mindenképpen. Ugye még amennyiben a végrehajtók profitorientáltan végzik a szakmájukat, addig azt gondolom, hogy ez nem jellemző. Úgyhogy ezért nem tartom valószínűleg, hogy egyáltalán érdemben felmerülhet ez a kérdés, vagy nem is tartanám szerencsésnek. És azt egyébként nem tartja etikátlannak, hogy így, hogy profitorientált, nyilvánvalóan abban érdekeltek a végrehajtók, hogy akár minél kegyetlenebb módon, vagy minél embertelenebb módon mondjuk kilakoltassanak valakit a lakásából, erről ugye rengeteg példa van. Nézd, pont a kilakoltatás az a történet, amit azt gondolom, hogy minden végrehajtó igyekszik kerülni. Tehát az ugyanúgy kellemetlen nekünk is, azt azért látnia kell. Említett itt egy korábbi ügyet, amiben azt hiszem a Kurucinfo meg is jelentem egy 2013-as kilakoltatással összefüggésben. Ez a következő kérdésem, hogy 2013-ban a kilakoltatási moratórium idején lakoltattak ki, úgy tudom, valakit. Akkor ezt is tisztázzuk. Így van. Ez 2011-ben indult végrehajtási ügy volt, egyébként még talán a jogelődömnél, még 2010-ben indult. És ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy azzal együtt, hogy van egy téli kilakoltatási moratórium, ez nem mindenkire és nem minden ügycsoportra vonatkozik. Ezt nem mi döntjük el, hanem a jogszabályok. És abban az esetben például, ha egy cég a kötelezett, akinek a nevén van az ingatlan, vagy abban az esetben, ami itt is megtörtént, amennyiben nem a lakóhelye volt a kötelezettnek, hanem ez egy kivett lakóház volt, amit ő hobbi célra használt, abban az esetben a kilakoltatási moratórium erre nem vonatkozik. Valóban rendkívül szerencsétlenül jött ki a történet egyébként, mert ennek megfelelően mi a kilakoltatást ki is tűztük. Ugye, csak ha már a pénzekről beszélgettünk, ez egy meghatározott cselekmény formájában zajlott, ezt a bírósági végrehajtó 25 ezer forintért látja el. Én megértem, hogy nem kis összegről beszélünk, de higgy el, hogy a 25 ezer forintért nem ragaszkodik egyikünk sem ehhez a hajcívőt. Még januárban a tél... A bíróság rendeli el ezeket, és határidővel rendeli el a bíróság. A végrehajtónak pedig, ahogy a nevében benne van, egy feladata van, hogy a bírósági kötelezésnek eleget tegyen. Ez így is történt, értesítettük valóban a karhatalmat, és értesítettünk valamennyi felet. A kötelezett pedig egy felfüggesztés iránti kérelmet nyújtott be a bíróságra, és a kilakoltatás napján rövid úton faxon minket a bíróság értesített, hogy felfüggesztette a kilakoltatást. Olyan információ is megjelent, hogy 2013-ban, amikor volt ez a kilakoltatási moratórium idején történt kilakoltatás, amiről már az előbb beszéltünk, akkor állítólag az ön felesége a végrehajtói kar panaszirodáján dolgozott, most pedig önálló bírósági végrehajtó, ez igaz-e? Az, hogy önálló bírósági végrehajtó a feleségem, az tökéletesen igaz egyébként. És a panaszirodán 2013-ban nem volt panaszíroda a végrehajtói karnál, ez 2015-ben jött létre. A rendszer rosszul működött, én azt gondolom egyébként 2015-ig, ugyanis a végrehajtókat érő panaszokat egy végrehajtókból álló tanács, egy úgynevezett országos felügyeleti tanács bírálta. Tehát másik végrehajtók bírálták el a rájuk vonatkozó panaszokat.
Ennek a megoldásnak vetettek véget egy 2015-ös rendelettel, amikor a végrehajtói kart arra kötelezték, hogy professzionális szakembereket alkalmazzanak. Jogi irodán dolgozott egyébként a feleségem valóban 2013-ban. Ide biztos, hogy tartozhatott panasszal kapcsolatos jogi rész is. Tehát, hogyha ezek a nem feltétlen jogászok, mint ahogy ön erre kitért, föltettek bármilyen jogi kérdést, akármelyik jogásznak, akkor nyilván válaszoltak rá. De alapvetően egyébként jogszabály előkészítéssel és fegyelmi ügyekkel foglalkozott. Ami viszont már önre vonatkozik, és egyértelműen igen. Tud rá válaszolni igennel vagy nemmel. Kényszerítés ügyében volt-e elsőrendű vádlott? Voltam. És mi volt ez? Felmentettek egyébként ebben az ügyben. Ez nem adósokat érintő szituáció volt, ez pont a végrehajtóknak a házon belüli konfliktusából eredt. Az egyik végrehajtó jelölt annó azt állította, hogy én arra kényszerítettem, még mint végrehajtó helyettes egyébként, hogy ő vonja vissza a jelölti jelentkezési kérelmét. Én azt gondolom, hogy teljességgel alaptalan volt a történet, mint ahogy ezt a bíróság meg is állapította, olyannyira, hogy egyébként az ügyészség nem is fellebbezett az ügyben. Radics Csaba, ismeri Radics Csabát, ugye? Igen. Ő is az előbb említett hírportálon ugye komoly anyagok jelentek meg róla. Radics Csabának volt a helyettese, ez helytálló? Bírósági végrehajtó helyettes volt. Radics Csaba helyettese volt. 2013-ban két rendbeli hivatali visszaélés ellen volt ellene, illetve ez bírósági szakaszban volt Radics Csaba ellen, tehát két rendbeli hivatali visszaélés, további vádak ellene, zaklatás, becsületsértés, további hivatali visszaélés, sikkasztás Radics Csaba ellen. Ez helytálló? Részben, inkább úgy fogalmaznék. Számos ügyről egyébként a többek között a Hír TV is ezt állapított, vagy ezt állította róla, sajtóhelyreigazítási pert nyert, és gyakorlatilag egyébként az említett hírportálon is olyan vádiratok jelentek meg, amelyeket nem az ügyészség állított elő, hanem én azt gondolom, hogy ugyanez a végrehajtói kör szórakoztatta el egymást ezzel. Ez kétségtelen tény egyébként, ha már említette a Radics urat, hogy én mellette voltam végrehajtó helyettes. Nem akarok ízléstelen megjegyzésekkel élni, de mindannyiunknak volt olyan főnöke, akit nem biztos, hogy most feltétlenül egy hajóba eveznénk vele. Én azt gondolom, hogy végrehajtó mai napig igen. Egyébként egy jogászról beszélünk. Rengeteg negatív vélemény érkezett hozzá nekem, itt le van írva nagyon sok panaszos, jó erkölcsel összeegyezhetetlennek tartja a végrehajtói tevékenységét. Magánemberként is. Életekről, családokról döntenek. Magánemberként egyébként abszolút megvan a véleményem az említett kollégáról, az, hogy mi ezt nyilván hagyta tartsam meg magamnak. Szakmai megítélése én azt gondolom, hogy hát minimum vitatott egyébként, ugye Radics úrral szemben ez sem titok, számos fegyelmi eljárást indítottunk. Maga a miniszter korábban kezdeményezte a hivatalából történő elmozdítását, és én úgy tudom, hogy éppen egy átfogó vizsgálat zajlik Radics úrral szemben. Azt gondolom, talán ez háborítja fel a legjobban az embereket, amikor tényleg egy parkolási, nem tudom, lejárt parkolási szelvényből lesz ugye 80 ezer forint, amikor egy parkolási bírság miatt elviszi a végrehajtó az embernek a több millió forintos autóját, amikor 100 ezer forintos tartozásból lesz ingatlan, árverés és akár elveszítik az ingatlant, amit egyébként jóval áron alul visznek el rendszeresen végrehajtások, illetve árverezések során, miközben az uzsorázás az bűncselekménynek számít, tehát gyakorlatilag ez is uzsorának tűnik. Tehát, hogyha 300 forintos parkolási cetliből lehet 80 ezer forint, tehát hogy lehet ilyen aránytalanul nagy összegű, vagy hogy érhet ilyen aránytalanul nagy veszteség azokat az úgynevezett adósokat, aki tényleg egy parkolási csekk, vagy akár egy 100 ezer forintos tartozás miatt elveszíti az autóját, a házát. Nézzük a parkolást. Ugye valóban egy 300 forintos parkolási díj meg nem fizetéséből indul az eljárás. Mire ön kinyitja a hétköznapi nyelven szóval Mikulás csomagot, addigra ugye abban már az szerepel, hogy 13 ezer forinttal tartozik. Ezt követően ugye a parkoló cég érvényesíteni fogja a saját jogi képviselőjének a díját, ki fogja állítani a közjegyző a fizetési meghagyást, akkor járunk már körülbelül mondjuk 35-40 ezer forintnál, és úgy lesz a végén belül 60 ezer forint, hogy a végrehajtó is valóban rá fogja rakni a munkadíját, ez kétségtelen tény. A másik, amit említett, az, ha 100 ezer forint miatt árvereznek ingatlant,
az valóban több, mint elkeserítő. Én nagyon remélem, hogy ilyen nem fordul elő. Tegyünk azért, biztos, hogy előfordul, tehát konkrét ügyek vannak. Tegyünk azért egy pici különbséget. Zsuzsán is van egy ilyen ügy, a hölgy is. Abban a tekintetben, hogy végrehajtási jogot jegyez be a végrehajtó egy ingatlanra, meg hogy el is árverezi ezt az ingatlant. És ugyanúgy az autónál is, hogy én kivonatom a többmilliós, igen, kivonatom a forgalomból. Kivonatni kivonatja a forgalomból, az biztos a végrehajtó egyébként. Az is a dolga egyébként egy parkolási ügy miatt is. De ez nem azt jelenti, hogy el fogja árverezni. De jogszabály ne magából induljon ki, mert ön egy tisztességes ember, ugye? Na, de nem mindenki az. Azért abban gondoljon bele, hogy ha valaki tudja azt, hogy van vaj a füle mögött, és tudja, hogy végrehajtási eljárás indul ellene, akkor igyekszik a vagyonát ledobálni a nevéről. Az autóját, az ingatlanját. Na, ezt akarja a jogszabály megelőzni, amikor azt mondja, hogy le kell foglalni adós minden fellelhető ingó ingatlan vagyonát. Borzolja a kedélyeket ezek a több százmilliós bevételek. Ön keresi gyakorlatilag a legtöbbet, vagy az ön által vezetett végrehajtói iroda. Ez mennyire etikus, mondjuk 600 millió forint? Ez is hozzátartozik egyébként, hogy ez az időszak, amit szóba került egyébként, ez egy helyettesítési időszak volt. Ez azt jelenti, hogy több végrehajtóirodát vittem, pont azért, mert bizonyos végrehajtók kiestek a rendszerből, és ugye még a frisset nem nevezik ki, eddig helyettesíteni kell. De azért nagyon fontos, és köszönöm is, hogy szóba hozta ezt a dolgot, elkülöníteni egymástól azt, hogy egy cégnek mekkora az árbevétele, meg hogy én mennyi pénzt keresek. Tehát ahogy nyilván ásott halomnak sem nulla rezsivel üzemel az önkormányzata, mert ön is fizeti az alkalmazottakat, ön is fizeti a nem tudom mit. Nyilván én is irodát bérlek, számítógépet. Ebben az említett időszakban egyébként 60-valahány ember dolgozott ebben a végrehajtó irodában. Nem szeretnék nagy számokkal dobálozni, de nem kell zseninek lenni hozzá, hogy kiszámoljuk, hogy csak a bérköltség közel 400 millió forint egy évben. Egy ekkora összegnél. Kétségtelen tény, hogy ezt követően, ugye, miután a végrehajtó adózik, akkor utána fog pénzt. Ennek ellenére, hogy ekkora apparátust fenntartanak, az is állandóan visszatérő panasz, hogy elérhetetlenek. Tehát az adósok nem tudják elérni önöket, nem úgy foglalkoznak az ügyeikkel. Szintén egyébként az elmúlt időszakban történt változás, az elmúlt 5 évben történt változás, hogy a jogszabály előírja a végrehajtók számára azt, hogy mely időszakban kötelesek a telefont fölvenni. Ezt mi is tapasztaltuk egyébként, hogy valóban így volt, hogy voltak bizonyos végrehajtók, akik nem vették föl a telefont. Én nem foglalt telefonhívást intéztem ebbe az irodába, és nem tudtam elérni önöket. Hát, hogyha ha a jogszabályban előírt idősában tetszett telefonálni. Abban hívtam délelőttönként. Én akkor kihez fordulhatok amiatt, hogy ugye nem vették fel nekem a telefont. Végrehajtói karra. Most jelen esetben hozzám, úgyhogy én fogok rendet tartani a kollégáim között. A következőt tudjuk tenni egyébként. Ilyenkor valóban, hát máshogy nem tudjuk ellenőrizni ezt, hogy ez valóban így van, vagy nincs így, mint hogy mi is a karból elkezdjük az adott irodát hívogatni, jegyzőkönyvezzük annak eredményét, nyilván nem egyszer fogjuk hívni, mert olyan azért előfordulhat, és ha valóban azt látjuk, hogy tendenciózusan nem veszi föl valaki a telefont, akkor emiatt fegyelmi eljárást indítunk. Parocai Noémi neve ismerős önnek? Abszolút, és nem is végrehajtó fegyelmi eljárással a rendszerből kivezetés. Vagy állítólag gyorsan eltűnt, és senki nem ismeri az okát. Mit tudunk erről? Mi ismerjük az okát. Mi ismerjük mit az okát. Azt gondolom, hogy a szakmai követelményeknek és az etikai követelményeknek nem mindenben felelt meg az a munka, amit ott abban az irodában elláttak. Fegyelmi eljárást kezdeményezett a végrehajtói kar az említett végrehajtóval szemben. Tehát önök kezdeményezték a végrehajtóval szemben? Mi kezdeményeztük, és talán ennek hatására a hölgy beadta lemondását. Miért nem várják meg a végrehajtók egyes esetekben a bíróság ítéletét, ami mondjuk utólag egy olyan bíróság ítélet, hogy nyilván, hogyha jogvita áll fent, hogy fel kell függeszteni, vagy akár törölni kell, vagy meg kell szüntetni a végrehajtást, hogy ezt nem várják meg ezt a bíróság ítéletet, hanem mondjuk kiteszik az utcára az embert. Több ilyen ügyről is tudok szintén. A következő az oka egyébként, hogy a végrehajtási kifogásoknál nem várja be a jogszabálya, vagy nem várja el a jogszabály ezt, hogy jogerő beálljon. Hogyha valaki szeretné az eljárást lassítani, ez semmi más nem tesz, mint hogy folyamatosan végrehajtási kifogásokkal bombázza a bíróságot. Most ha minden egyes eljárás, minden egyes ilyen kifogásnál felfüggesztenének egy végrehajtási ügyen, akkor soha nem érnék a végrehajtási ügyek végére. Ezt legyen kedves megnézni, ez mindent visz. 300 000 forintot levett tőlem, elvett tőlem,
ott van bejelölve a végrehajtást elrendelő angáni bekeretezve zölddel. Már a közjegyző. Igen, a közjegyző, és ott meg ott van, hogy nem rendelt el végrehajtást ellenem. Ezt meg is kaptuk öntől. És akkor ez mi? Erre adja a magyarázatot, hogy ez mi? Most őszintén egyébként, mivel itt nem szerepel. A Farkas által kiállított ügyszám, a Farkas által kiállított lista, és ott meg mellette a közjegyző azt a nyilatkozata, hogy nem állított ki ellenem, nem is ismer, nem tudja, ki vagyok. 300.000 forintot levont tőlem. Én ennyit látok jelenleg pontosan, amit el tetszett mondani. Ez pontosan így is van. Most csak próbálom, azért lapozgatom, hogy az ügyszámokat beazonosítsam. Meglapozza, hogy ő nem rendelt el, a végrehajtó pedig mégis végrehajtást foganatosít. És a Tolnamegyei Főügyészség felé ezzel számolt el, hogy erre az ügyre levonta. Én őszintén mondom, hogy... De persze, mindenki... De nem tudom, hogy mit kellene kezdeni ezzel a helyzettel túl azon, hogy megvizsgáljuk a konkrét ügyet. Én ez alapján, amit itt tetszett látni, csak ugye megint ugyanerről beszélünk, hogy a végrehajtói kar rendben van, ellenőrizzük az urat, fegyelmit indítunk, de ez nem azt jelenti, hogy ön vissza fogja kapni a pénzét, mert én ezt nem tudom megtenni. Ami az én feladatom, az, hogyha valóban így járt el ez a végrehajtó, akkor kivezessem ebből a rendszerből, mert akkor nincs itt helye a végrehajtó között. És visszatérve az alapproblémához. Elküldtem önnek az egész iratanyagot, lefénymásoltam, elküldtem a miniszterasszonynak, talán még akkor nem is, hanem akkor még a... Még az előző miniszter. Ezekről tessékeinél halálpontosan tudunk egyébként. És azóta is nézegetik... Nem tűnt fel, hogy van egy olyan végrehajtás, hogy nincs jogerős végrehajtás, jókirat, és mégis... Egy évben körülbelül 3-4 ezer végrehajtás ügy indul az adott végrehajtónál. Ha már fölmerül ennek a gyanúja, hogy visszaélés van, akkor nem csak ezt az egy ügyet fogjuk megnézni. Na jó, de ez fölmerült, tehát erről már tudtak, akkor tudunk is, miért nem is mennek valami, ki az ellenőrök egyébként, hogy ezt viszik. Miért nem történt valami úgy, mint ahogy az előbb említett Paronai vagy Paroncai Noémi esetében. Ott is az történt, mint ahogy most is, hogy egy átfogó ellenőrzés keretében megállapították a visszaélést. Hogy már többször találkozott önnel, mégsem történik semmi. No, tehát üzenjük Farkas úrnak, hogy elmegyünk hozzá Szekszárdra is, hogyha nem történik valamilyen változás, mert nyilvánvalóan, hogyha mi is ezt látjuk, és őt is meg fogjuk erről kérdezni, hogy ez egy törvénytelen végrehajtás, akkor nyilvánvalóan ennek kell, hogy legyen valamilyen következmény. Szabad két javaslattal élnem. Az egyik, hogy átfogóan az említett végrehajtónak az ellenőrzését, ezt nyilván a kar el fogja látni. A másik, ha jogszabálysértéssel találkoznak, akkor én azt gondolom, hogy a bírósághoz forduljanak mindenképpen. A díjjegyzékben rengeteg hiba van. Én is voltam olyan végrehajtási eljárásnál jelen, olyan kilakoltatásnál jelen, ahol a végrehajtó azt mondta, hogy ja, elírtam 3-0-át. 3-0-át. Tehát rendszeres ilyen ügy van, de azt hiszem, hogy önnél is volt, de személyesen voltam ott Priblinszki Sándornél kilakoltatásán, ahol szintén ugyanez történt. Tehát amikor azt mondják, hogy 1500 forint helyett mondjuk 1,5 millió forint szerepel rajta, és megvonja a vállát a végrehajtó, és azt mondja, ja, elírtam. Most azok a kiszolgáltatott emberek, akik mellett nincsenek jogászok, akik nem értenek hozzá, lehet, hogy rendszeresen úgy hajtanak végre akár bármit, ingatlanon fizetést levonnak, hogy abban egyszerűen hibák vannak, pontatlanság, figyelmetlenség vagy szándékosság. Ezt nem tudjuk, de rendszeresen hallunk ilyet. Nagyon remélem, hogy szándékosságról egyébként nincsen szó. Olyan biztosan előfordulhat, hogy hiba van valamelyik díjegyzékben. Most képzelje el, hogy ez tökéletesen igaza van. Egy évben mit szól? Indul 3-400 ezer végrehajtás ügy, amiben részdíjegyzékeket is állítanak ki, adott esetben egy ügyben 8-10 részdíjegyzéket. Biztosan ilyen előfordulhat. De egyébként, amit tetszett említeni egyébként panaszként, ezt a Priblinszkinét, szintén megkaptuk, és egyébként ott is a végrehajtó ellenőrzése zajlik ezzel összefüggésben.